Igen, nagy mértékben nőhet szeptember 1-től az üzemanyag ára, miután a kormány a jövedéki adó szintjének jelentős növelését tervezi. A Digi24 hírtelevízió értesülése szerint a benzinre kivetett jövedéki adó 22%-kal, a gázolaj esetében pedig 14%-kal nőhet. Ez literenként 45 banival növelheti meg az üzemanyag árát a töltőállomásoknál. A jövedéki adó a kormányprogramban vállalt adócsökkentési intézkedések részeként január 1-től csökkent, most viszont a 2016-os szintet állítanák vissza, miután a jelentős állami fizetésemelések és a várakozástól elmaradó bevételek miatt valamivel pótolni kell a költségvetésben keletkező űrt.